akkor most ezt megint így fogom csinálni, hogy igyekszem így a... Ez ilyen screen recorder applikációval csinálom, tehát képernyő rögzítő, nem tudom, hogy mondják az ilyet. Képernyő videó. Tehát itt van egy komment. Szia Dávid, lenne egy kérdésem. Kik és miért mérgezik a levegőt? Hát ezért osztottam meg ezt a linket. Ez a Dane Wiginton nevű ember a legismertebb ezek közül, akik ezzel régóta foglalkoznak, de hozzáteszem, hogy én nem őtől hallottam erről először, hanem egy valami amerikai farmer hölgynek a bejegyzését olvastam el, aki elmondta azt, hogy egy észrevette, hogy egy ideje, hogy ezt csinálják ezt a vizet, ezt a felőtte, de ez még, tudom én, nagyságrendet mondok, én valami, nem tudom, pontosan 10 éve lehetett körülbelül, de nem nagyon foglalkoztam többet akkor vele, mert azt hittem, hogy ez egy ilyen amerikai jelenség. Nem merek rá meg is kérni, pontosan hány éve volt. Lényeg a lényeg, hogy már sok évvel ezelőtt, hogy húznak el ott a csíkok, hogy hívják a fölöttük, és hogy nem, ott maradnak ezek a csíkok a levegőben, és lassan szétterülnek, ugyebár. És elkezdett tüzét, vintát venni a hogy hívjákból, a talajból, meg a vízből, ami ott van, tehát az ő farmukon, és azt talált, hogy az alumíniumnak a, hogy hívják, ez a sokszoros a hogy hívjáknak a megengedett kvázi értéknek. Hozzáteszem, hogy alumíniumot ilyen formában normális esetben abszolút nem volna szabad találnod, sem a feltalajban, sem a felszínvizekben, se egyáltalán semmilyen vízben. Tehát így elemi formában, vagy így kifejezetten így, csak így ilyen oxid formájában úgy tudom, hogy egyáltalán nem volna szabad találnod. Tehát az alumíniumot ugye, az alumínium az kötött formában létezik, bauxit formájában a talajban, és eléggé költséges, és macera eljárás, és rengeteg káros mellékterméke van, és az alumínium előállításának nyilvánvalóan ugye egy nagyon könnyű fém, könnyű megmunkálni, stb. És emiatt tudod, ugye, hogyha megfelelő profil csinálnak belőle, hát ugye ezért van, hogy alumíniumból vannak a létrák ma már, meg mit tudom én, ami mindaddig tökéletesen jó, míg egyszer össze nem csuklik alattad, és akkor megtanulod, hogy mi a különbség egy fa létre, meg egy alumínium létre között. Ezt a maga jó doldogult apám mondta el nekem még annak idején, hogy miért jobb a fa létre. Azt mondta, hogy azért, mert ott azt érzékeled, hogy az mikor akar eltörni, vagy izé. Tehát, hogy míg egy alumínium létre része csak összecsuklik alattad, és össze-vissza vág téged, úgy mint egy ilyet mondott. Tehát, igen. Na mindegy, visszatérve. Tehát én akkor találkoztam először ezzel az egész dologgal, és akkor egy nagyon picit, ha jól emlékszem, akkor valamilyen szinten utána néztem, és akkor láttam azt, hogy ez egy, nem egy elszigetelt jelenség, hanem ez egy tehát van egy ilyen dolog, hogy permetezik bizonyos helyeken, úgymond az eget, és alumínium kerül utána, alumínium ereszkedik alá. Ezzel... Igen, lenne egy kérdésem, kik és miért mérgezik a levegőt, a vizet, az élelmiszereket, az oltásokat, miért jó ez nekik, ha lerövidítik az emberek életét. Csak szeretném elmondani, hogyha ennek az implikációja az, nem fölteszem, hogy ez, remélem, hogy jól értem, hogy miért csinálnák ezt, hiszen ez nekik is rossz volna, ergo nem csinálják, akkor el szeretném mondani, hogy ez úgynevezett, ez egy logical fallacy. Hát amikor egy tényt meg kell állapítanunk, hogy ez létezik-e vagy sem, van-e egy ilyen jelenség, akkor azt kérdezni, hogy ez miért lenne jó, az egy érvénytelen érvelési technika. Tehát ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy valami zajlik-e, folyamatban van-e, létezik egy ilyen dolog, hogy permeteznek bennünket, és amikor... Természetesen voltak ilyenek is, hogy utána mentek ilyen kis repülő, magárepülőgéppel, és a levegőből mintát vettek. És ugye ez a három, akitől ilyet olvastam, azok ezt a három dolgot találtak, alumínium, bárium, stroncium. Ezt a három fémet találták benne. Na most olvastam egy olyat is, ezt ugye nyilván nem tudom leellenőrizni, de hogy az amerikai, tehát minek hívják ezeket? Katonai repülőtereken, repülőterekről szállnak föl, és ide szállnak vissza a zömében, ahol vannak ilyenek. Ugye elég sok helyen vannak Európában is. Ilyen amerikai ízek, ugye NATO országokban kapásból vannak, tehát ezeken a repülőtereken vannak ezek a repülőgépek alapértelmezésben, de ugye most már ki outsourcingolják mindenféle magánzónak is,
ezeket a dolgokat, és pilótákat ugye keresnek hozzá, tehát láttam már ilyen is ilyen hirdetéseket. De nem is ez a lényeg, azt akartam mondani, hogy olvastam egy olyat is, hogy a vasút hálózattal igazából intézik, úgymond a szénerőműveknek az égés termékének, tehát ugye ami visszamarad a nem égés terméknek, az ez a szénhamu, gyakorlatilag ami az ilyen szénerőműveknek a üzemeltetése során keletkezik, ez ebben. Emlékszem gyerekként, hogy nekünk is kellett, nekem volt a feladatom a családi kazának az üzemeltetése, amikor ott laktunk a Rimaszombati úton, és akkoriban ugye vágtam fát, meg lapátoltam szenet is valamennyit, úgymond, az nem volt olyan nagy izé, de favágás, azt akkor elég sokat csináltam, meg mondom, hogy én meg fűtöttem a izét, a kazánt, apám megtanított, ez egy kazán volt, tehát nem egy ilyen fa tüzelésű kályha meg, és ez egy konkrét kazán, tehát ott meg lehetett ezt játszani, hogy az ember lefolytja teljesen a izét. Tehát nem kellett a kreozót miatt aggódni, vagy kátrány, vagy minek hívják ezt a lerakódás a kéménybe. És ezt játszottam is ezzel, és tényleg hát többször volt olyan, ezt meg tudtam csinálni, hogy begyújtottam este, és közel 24 óra elteltével az előző 24 óra ezelőtti hamunak a hamu alatt ugye megtaláltam a parazsat még, és akkor nem is kellett újra meggyújtanom, arra csak rápakoltam a következő adagot, és kész, akkor már ment is tovább az egész. Tehát amikor jól beindult a tűzrendes, akkor úgy lefolytottam, hogy az 24 órán keresztül lassan égett el. A lényeg, hogy ezután viszont a szénnek a parazsa, vagy mi az a hamuja, az ilyen nem olyan, mint a fahamu, tehát nem ez a világos szürke színű, hanem ez a ilyen narancsárgás színű valami volt, és ezt arra használtuk, hogy amikor esett a hó, akkor ezt így kiszórtuk a járdára, meg a kertben lévő járdára is, úgymond, és akkor nem csúszkáltunk. Na most viszont ezzel kapcsolatban mondta apám, hogy ezt csak oda szabad szórni, és a növényekre, amikor, hogyha arra, oda nem szabad szórni, tehát a fűre nem szabad szórni, csak a járdára, mert hogy ez rosszat tesz a növényeknek. Nem tudtam, hogy miért, de elfogadtam. Na hát most ugye ezt hallottam, hogy ez, hogy ebbe a szénerőműveknek az égés, nem a minden az, ami visszamarad, tehát a hamu, abban megtalálható nagy ezében mind a bárium, mind az alumínium, mind a stroncium, és hogy ennek amúgy is már ki van építve, úgymond a logisztikája, hogy ezeket innen elszállítsák, mert ezek elég régóta működnek, és ezek úgy vannak megcsinálva, hogy vasútvonalakhoz közel van, és akkor rendesen vasúttal szállítják el ezeket a műtőn, és ez abszolút nem feltűnő. Tehát magyarul ez az állítás szerint az egésznek a logisztikája az így zajlik. Megismétlem, hogy ezt nem tudom, én ezt magam nem ellenőriztem le, és nem is valószínű, hogy le fogom tudni ellenőrizni így a közeljövőben egyáltalán, de meg ha le tudnám, akkor sem hinne nekem, úgymond azok az emberek, akiknek nem akarnak hinni, akkor se hinnének, hogyha oda tolnád az arcukba a bizonyítékot. Igen. Na most, hogy miért mérgezik a visszatérő, miért mérgezik a levegőt, vizet, az élmiszereket, az oltásokat, miért jó ez nekik, ha lelődik azért. Hát akkor még először is, hogy miért jó ez nekik. Hát az első dolog az nyilvánvalóan az, hogy ami az oltásokat illeti, pénz. Tehát ezt már nagyon sokszor elmondtam, azóta is mondom mindenkinek, az Egyesült Államokban, ahogy hívják, az a lobby tevékenység az egy törvényes valami, tehát addig, amíg le lehet írni az adóból is, ha jól tudom, tehát hogyha lobbira van egy bizonyos iparág, és te annak egy képviselője vagy, akkor amit lobby tevékenysége fordítasz, tehát magyarul meghívsz egy, mit tudom én, egy törvényhozót, törvényalkotót, egy képviselőt, tehát legyen a szenátor, vagy minek hívják a másikat, vagy kongresszusi képviselő, meghívod őket egy munkaebédre, vagy egy előadást tartani, vagy hogy ők hallgassák meg a te előadásod, vagy akármi. Az a lényeg, hogy fizetsz nekik ezért busásan, tehát ugyanaz, hogy tudom, hogy ön elfoglalt ember, ennyit fizetek azért, hogy ön. És ez egy teljesen hivatalos minden, csak ezt nyilvánosságra kell hozni. Tehát ez így működik, tehát be kell vallani, mint adóbevallás, vagy ilyesmi. És ennek nyilvánosnak kellene, ez bárki által hozzáférhető. Ha jól tudom, nem tudom, hogy kérelmezni kell, vagy pedig alapértelmezésben, de lényeg, hogy ezt lehet tudni. Na most az Egyesült Államokban a négy legnagyobb iparág, most ilyen iparágokról beszélünk, nem egyedi cégekről, hanem komplett iparágokról, a négy legnagyobb iparág, nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ezt ki tudná kitalálni így magától.
biztos nem olyan régen megkérdeztem valakitől, és ugye egyből a NASA-t mondta. Hú, mondom, Banyek, igazad van, ez bele, nem is gondoltam ebbe bele. Tehát a NASA egy elég komoly költségvetéssel dolgozik, tehát ezt nem számolták bele, de nem tudom, hogy egyébként beleesne a négy legelsőbe közé vagy sem, de hogyha a NASA, tehát a nemzeti légi és űr, nem is tudom, hogy hívják ezt, a National Aeronautics and Space Agency, igen. Tehát ugye ez a NASA, ugye, ami csak egy teljesen véletlenségből hasonlít, úgy, mint a hibernással szóra, ugye azt jelenti, hogy becsapás, vagy megvezetés, átverés, ugye? Igen, ha ezt nem számítjuk bele, akkor, és megint csak mondom, nem tudom, hogy belesik-e vagy sem, hogy belesne az első négy vagy sem, de az első négy az az autóipar, tehát az autógyártás, az olajipar, a fegyvergyártás, tehát a fegyveripar, ugye ez a szokták írni, hogy military industrial complex, és a nagy gyógyszergyártó cégek, szokták is mondani, big pharmaceutical companies. Hát ez a, tehát a big pharma, röviden. Tehát ez a négy legnagyobb, hogy hívják, ezek közül láttam egyszer egy ilyen összesített adatot az ügyben, hogy abban az adott évben, nem tudom, hogy a visszamenőleg hány évben, de az mondjuk, hogy volt egy ilyen összesített adat, hogy hány millió vagy milliárd dollárt költöttek lobby tevékenységre, lehet, hogy csak millió per év, nem tudom, az adott iparág képviselői. És ezt így szépen összesítették, tehát nyilván nem egy nagy, mert mindegyikből viszonylag kevés nagy van, ugye? Tehát, hogyha megnézzük, hogy mit tudom én, az autóipart ott is van, mit tudom én, az Amerikáról beszélünk, akkor ott van körülbelül, nem tudom, talán 3-4-5 nagy, nem tudom pontosan mennyi, nyilván ott van nem akarok hülyeséget mondani, mert a régi izéket, és azután lehet, hogy fúzionáltak ezek, meg mit tudom én. Ha megnézzük megnézzük az olajizét, ott is csak néhány nagy komoly vállalat van, akik megengedhetik maguknak azt, hogy lobbizzanak, meg mit tudom én. Tehát ilyen nagyobb összegekkel, ha megnézzük a fegyveripart, ott megint csak ugye néhány, ugye van a Lockheed Martin, meg mit tudom én. Tehát van néhány nagy, és hogyha megnézzük a Big Pharma cégeket, ott is csak néhány nagy uralja az egészet. Nem egy bonyolult történet ennek utána járni, hogy mennyit költ, úgymond lobby tevékenységre, melyik iparág. Na most, ha ezeket így, és összesítették így ezt, és az jött ki, hogy a nagy gyógyszergyártó cégek, tehát amiket úgy hívjuk, Big Pharmaceutical Company, ezek a nagyságrenddel verték a mezőnyt. Tehát olyan szinten, hogy a saját külön kategóriája volt, úgymond a izé. Tehát azt mondtam, most nem emlékszem pontosan erre az ábrára, de körülbelül úgy nézett ki, hogy volt, ha mondjuk egy tízesnek veszük a nagy gyógyszeripari cégeknek a lobby tevékenységi költött pénzösszegeit, akkor az mondjuk egy tízes, és akkor mondjuk a következő három, az meg így aránylott hozzá, hogy mit tudom én, talán 5-4-3, vagy valahogy így, vagy 4-3-2, valami ilyesmi, csak hogy értsétek a izét. Tehát, hogy egyszerűen nagyságrenden nagyobb volt a... Értitek? Tehát a izében iszonyatos nagy pénz van. Iszonyatos nagy pénz van a gyógyszeriparban. Azért is sokkal jövedelmezőbb a gyógyszeripar, mint az összes többi, mert a többinél konkrétan elő kell állítani valamiféle értéket, vagy legalábbis nagy tömegeket meg kell mozgatni. Értitek, mit mondok? Tehát mit tudom én, hogy azt veszük a fegyveripar, hát azért ott csak elő kell állítani olyan, hogy hívják ott, amik működnek minek hívják a fronton, vagy akárhol, vagy a levegőben, vagy a tengeren, tehát konkrétan valami szinten működniük kell. Tehát az ugye, az most ez egy objektív dolog, hogy most eltalálják-e vele a célt, vagy sem például. Vagy felrobban-e az a dolog, vagy sem. Értitek? Hogy hívják, nem az autógyártásnál, tehát elindul az a kocsi, szétesik az első kilométer utána, vagy sem. Ugye? Tehát, mit tudom én, értitek, jó, van a tervezett elavulás, az most egy másik történet, hogy úgy tervezik meg, hogy 6 év után gyakorlatilag a fél kocsit le kelljen szerelni, úgymond alkatrészenként, és újra kelljen az egészet, na mindegy, szóval tudjátok, hogy megy ez. De összességében, tehát működőképesnek kell lennie. Hogyha azért nézzük az olaj, hogy hívják, ott is iszonyatos nagy, vannak ezek a tankerhajók, vannak ezek az olajvezetékek, mit tudom, tehát az olajfinomítók, stb. Ez elég macera, és elég sok mindent kell megmozgatni. Most ehhez képest megfizetni néhány ilyen pszichopata állatot,
akik beöltöznek fehér köpenybe, és ilyen laboratóriumba bemennek, és mindenféle mérgező szutykokat összekavarnak, majd kikísérletezik, hogy hogyan lehet ezekből annyira beledöfködni az emberekbe, hogy ne lehessen bizonyítani azt, hogy attól murdeltek meg, vagy attól, hogy hívják, nyomorodtak meg. Ez nem akkora kunszt. Tehát nem kerül annyi pénzbe. Úgymond. És utána, amit ezek a pokolkonyhájukban kikavartak, és ezt utána szanaszét, ezek ilyen apró fiolák, ugye? És ugye ezek olyan fiolák, tudjátok, hogy az a protokoll, hogyha mondjuk egy tornateremben van egy ilyen oltási kampány iskolában, és ott leesik egy ilyen fiola, és ott összetörik, akkor azonnal ki kell üríteni a tornatermet, és majd egy órán keresztül szellőztetni, meg mit tudom, föl kell takarítani, egy órán keresztül szellőztetni, majd csak utána lehet vissza engedni az embereket. Miért? Azért, mert toxikus, mérgező az anyag, ugye? Értitek? Tehát ennyire abszurd az egész. Tehát az nem probléma, hogy ezt belenyomni a gyerekbe tűvel, de belélegezni az káros. Értitek? Még egy ilyen minimális koncentrációban is. Értitek? Ami akkor van. De ez ilyen, értitek? De mondom, ezeket az apró kis fiolákat most ezt becseszni, elnézést kérek egy kamionba, és akkor utána szétszállítani mindenhová. Ez nem kunszt. Tehát ez kutyafüle ahhoz képest, mint a többi. A másik dolog, hogy ezen kétszeres haszon van az izén, ahogy hívják, az oltásokon, azért, mert egyszer van az, hogy konkrétan ugye rá lehet kényszeríteni a kormányokat arra, hogy ezekre kötelezzék az embereket, tehát a saját alattvalóikat kvázi, úgymond, ez az egyik része a dolognak. A másik része viszont az, igen, hát ugye volt 1986-ban legalábbis az Egyesült Államokban volt egy ilyen, amikor erről csináltuk egy dokumentumfilmet is egyébként, hogy a 86-ban volt ez, hogy régen megkörnyékezték a nagy ilyen gyógyszergyártó cégek az ügyben, hogy ők tönkre fognak menni, kárputlási pert vannak a nyakukba az oltás sérült gyerekeknek a szülei, hogy tönkre fognak menni. És így nem lesznek készek arra, hogyha történik valamiféle nagy járvány, akkor ők erre tudjanak adekvát választ adni. Természetesen az oltásukkal. Úgyhogy hát azt csinálták, hogy mentesítették őket bármiféle, hogy hívják alól, és azóta az amerikai adófizetőknek a pénzéből kárpótolják, úgymond ez a VERS, ugyanúgy VAERS, tehát a Vaccine Adverse Event, Vaccine Adverse Event Reporting System, valami ilyesmi a szemenek a rítése a VERS, tehát van egy ilyen, ennek megvan a megfelelő itt az Egyesült Királyságban is, annak valami más a neve, de hasonló az egész, és egyébként körülbelül azt hiszem, hogy 3%-a fut csak be, bocsánat, 3%-ából lesz az összes eset, hogy is van? Valami egészen elhanyagolható, most így nem emlékszem pontosan, az, amennyi egyáltalán befut, mert a legtöbb orvos nem is hajlandó lejelenteni, tehát konkrétan nagyon, hogy mondjam, ezének kell lenned, tehát ezt nem te jelented be, hanem az orvosok jelentik be, és nagyon-nagyon oda kell lépned sok esetben, úgymond, hogy hajlandó legyen az orvos foglalkozni vele, neki semmilyen érdeke nem fűződik ahhoz, hogy ezt ő bejelentse, ugye? És, de hogyha mégis oda jut, és azoknak is elenyésző hányada lesz az csak, amelyik igazából bírósági szakaszba fut, és azoknak is csak egy kisebb része az, amelyiket végül is megnyernek az oltás károsult családok. Tehát magyarul ez egy nagyon nagy, hogy mondjam, tehát egy elenyésző kisebbség, úgymond az eseteknek az, ami ahol tényleg kártérítéseket kell kifizetni. Amikor viszont ilyen kártérítéseket kifizetnek, akkor ezek elég komoly összegek tudnak lenni. Mert ezért csak arról beszélünk, hogy egy embernek tönkre ment az élete. Tehát ugye erről szólt a Vaxed, 2XL, Vaxed. Tehát Viktor, Aladár, Xavér, Elemér, Dániel. Még egyszer, Viktor, Aladár, Xavér, Elemér, Dániel. Ennek kettő, amennyire én tudom, kettő darab, hogy hívják-e, volt már eleddig, ez egy ilyen dokumentumfilm. És az a Susan Humphries is szerepel benne, aki az én egyik legnagyobb kedvenc, ilyen Amazon harcos ilyen hősnőm gyakorlatilag. Ezen a vonalon, akinek az egyik, sőt kettő könyvét ugye meg is vettem, dedikáltan meg is kaptam. Igen, ő Amerikában, Egyesült Államokban él, amúgy etnikailag ír származású, nagyon-nagyon jó fej, nagyon korrekt, nagyon-nagyon szeretem azt a nőt. Nem tudom, hogy a YouTube-on jelen van-e még, van egy nagyon-nagyon jó rövid, volt egy nagyon jó rövid kis videója, aminek például az volt a címe, hogy valami is, hogy this is the, nem ő töltötte fel, de valami is volt a címe, this is the best explanation of autism I've ever heard, hogy valami ilyesmi, tehát hogy ez az legjobb autizmust megmagyarázó
videó, amit valaha láttam, ez csak egyik. Van egy olyan, ahol az ő egyik, hogy mondjam, előfutárával, aki a legnagyobb tekintély volt ebben a kérdésben, nemzetközileg, és most is az szerintem, mármint az oltás károsság, nem is az oltás károsság, igen, az oltás mellékhatások körében a Sherry, Dr. Sherry Tenpenny 20 évig volt egy, minek a vezetője, egy, mi az emergency, az a minek hívják azért, amikor nagyon nagy dráma van, és valaki oda bekerül Magyarországon, tudjátok mi az a ide, sürgősségi íze, nem tudom, minek hívják, tudjátok mi az, na, most nekem nem jut eszembe, tehát egy ilyet vezetett valami 20 éven keresztül, tehát nem a falvédőről jött le, meg nem egy ilyen kontest, mert tudom én, ami rendesen elkezdte ezt tanulmányozni, kutatni, stb. Én ezt real-time-ben végignéztem, hogy a YouTube-ot eltávolította gyakorlatilag az izéről, meg a Google is. Tehát igazából nem lehet őt igazából érdemben megtalálni, de és olyan szintű, nem hogy cenzúranak volt, ők cenzúrának volt kitéve, de még izének is, hogy mondjam, ilyen mindenféle gújnak, meg lekicsillésnek, meg álhíreknek, meg mit tudom, hogy ez ami elképesztő. Na most a lényeg, hogy ezek a, tehát ők voltak azok, akiktől én nyilván az Andrew Wakefield, ugye benne volt, még sokan mások is, a Dr. Leonard Caldwell, azt hiszem, stb. Tehát sok ilyen nagy harcos volt, ugye, hát vannak, akik ezek közül már meghaltak, nyilván itt az elmúlt néhány évben tanúsított nagyon karakán kiállásuk miatt, a Zemzelenko is meghalt, a Rashid Buttar is meghalt, ki volt még, voltak páran, de hát ugye elnézést, de ugye Rodney is felsorol pár ilyen embert az ő könyvében, tehát már jóval azelőtt, hogy ezek, az is meghalt, a Kerry Mullis, aki egyébként föltalálta a PCR-tesztet, ugye, mert a nagy jezsuitáról, a Fauciról elmondta, hogy ez nem is igazi tudós, és fogalma sincs, hogy miről beszél, ugye? Meg is halt, nem sokkal a járvány előtt. Előtte persze még adtak neki egy Nobel-díjat azért, hogy föltalált ezt a dolgot, amit vele kapcsolatban ő maga elmondta, hogy nem alkalmas a fertőzöttség megállapítására, majd egész széles körben ezt a dolgot használták a fertőzöttség megállapítására, amiről maga a feltalálója mondta el azt, hogy nem alkalmas erre. Ez elképesztő, amit zajlott, komolyan mondom, és ez a sok retard, elnézést, hogy kimondom, de nem kérek elnézést, kimondom, retardáltak, mindenféle úgynevezett keresztény, úgynevezett pásztor mondták, hogy egy WC-deszka virológusok meg, hogy én megbízok a szakemberem, mit tudom én, hát pontosan ezért halt meg az a király annak idején, azt mondja, hogy betegségében is nem az urat kereste, hanem az orvosokat, ugye, csak így megjegyzi a Biblia lakonikusan. Yeah. Sőt, az, talán pont, nem is tudom, hogy talán melyik, talán Lukács írja, vagy nem is tudom, melyik írja azt, hogy az összes pénzét orvosokra költötte, de nem, hogy nem lett jobban, de még rosszabbul is lett, ugye? Tehát az orvos elvette a pénzedet, megtartotta a pénzedet, majd rosszabb állapotba ezért téged, mint amiben voltál. Szóval a Bibliának nagyon röviden ennyi a véleménye. Ebben a két ezében összefoglalható ószövetségi, újszövetségi, egy ilyen példában összefoglalható Bibliának az orvosokkal kapcsolatos vélemény, és ez még abból a korból való, amikor az orvosok nem operáltak ilyen mérgekkel, mint amivel most operálnak. Értitek? Ez még abból a korból való. Csak így mondom. Na lényeg, hogy mivel a Susan Humphries, hogy ő is szerepelt, Susan Humphries is be is szerepelt ezekben a dokumentumfilmekben, tehát itt azt csinálták ezek a készítők, hogy vettek egy bazinagy, mert egyszerűen nem látták az, hogy állandóan mindenhol gyakorlatilag lemondják az utolsó pillanatban. Ez mai napig így van egyébként, tehát hogyha bármi ilyesmit akarsz csinálni, ami sérti az emberiségnek úgymond megnyomorítására és vagy kinyírására összeesküdött világelitnek úgymond az érdekeit, meg a terveit, akkor mindig az, ezt megpróbálsz valamit meghirdetni, és hogyha elég nagy akkor az utolsó pillanatban lemondják is kész. És akkor ott áll egy csomó ember megfürödve. Tehát hogyha valami olyan helyen, értitek, bár valami mondva csinált indokkal. Ez nem egyszer, nem kétszer előfordult. Vagy már azt is megcsinál, olyan is van, hogy becsatornázzák az egészet úgy, ahogy van, és akkor a hamis megoldásokat, meg hamis narratívákat tálalnak. Ez a kármentés, tehát ilyen is létezik. Hogyha nem tudod megfojtani, akkor állj az élére, ugye? Elnézést kérek, valamilyen eszembe jutott egy jelenség ezzel kapcsolatban magyar politikai életben, de nem akarom most így mondani, nem akarok senkit. Mert nem tudom, ez csak sejtés a részemről. Lényeg, hogyha ezeket megnézi az ember, ott lehet látni azt, hogy, tehát azt csináltak, hogy vettek egy buszt, így felújították,
egy ilyen emeletes busz, és azzal közlekedett az egész stáb, és egyik helyről mentek a másikra, és meginterjú voltak olyan embereket, és akik maguk oda jöhettek, ahol ez a busz éppen parkolt, és oda jöhettek, és elmondhatták, beültek a buszba, és elmondták a történetüket, és videóra vették, és ebből csináltak az éveket. És közben pedig ugye aláírásukat odaírták a buszra, fekete színű volt a busz, és fehér ilyen festékfilccel odaírták az aláírásokat, egy rövid időn belül betelt az egész busz annak a felülete kívülről. Tehát, és ezek mind oltáskárosult emberek voltak, de olyanok voltak, hogy voltak, akik csak elmondták, hogy a gyerekeik, ez a gyerek be volt oltva, a másik nem, és a beoltott gyerekkel állandóan orvoshoz kell járni, minden baja van, meg minden az oltatlan gyerek meg. Hát a Susan Humphreysnak is így indult a izéje, hogy mint gyerek orvosként, körzeti orvosként azt vette észre, hogy hát vannak olyan gyerekek, akiket csak évente egyszer behozzák, megnézi őket, és semmi bajuk, és tök jól vannak, stb. És azt vette észre, hogy egy idő után észrevette azt, hogy ezek azok a gyerekek, akik nincsenek beoltva. És azok a gyerekek, akik meg rendesen mindennel be vannak oltva, amivel úgymond ami az ajánlás, meg mit tudom, azoknak még minden baja van. És őnek így indult a történet. És amikor ezt először így fölvetette, teljesen naivan a hogy hívjákjának, a főnökének, kvázi, egy olyan szintű rideg, kőkemény, hogy hívjákban, elutasításban, és egy majdhogy nem megrovásban részesült, hogy nagyon megdöbbent. És utána elkezdett ezzel foglalkozni meg minden, és hát őnek is. És akkor szépen ugye menet közben aztán ő is hívő keresztényé vált ilyen értelemben, vagy igen, Jézus követővé. És hát ez az oka annak, és ez pontosan tisztában van vele, hogy az Andrew Kaufman, és hogy ez nem egy veszélytelen szakma, ugye ezt csinálni, hogy egy ilyen iszonyatosan nagy, nem mondjam, pénzt generáló és pusztítást maga mögött hagyó üzletágat, meg ennek a képviselőit, meg ennek a módszereit így nyilvánosan megkritizálni. Most csak így röviden, tényleg csak így röviden ez egy ilyen válasz. Tehát, hogy miért mérgezik a levegő, a vizet, élelmiszerek, az oltásokat, miért jó ez nekik? Hát mondom, itt ezt most röviden, így tényleg dióhéjban elmondtam, hogy pénz. A pénz ebben masszívan benne van. De mondom olyan szinten, hogy úgy képzeljétek el, hogy ez néhány éve volt, hogy amikor a legnagyobb gyűlölettel beszélt például Robert De Niro a Trumpról, meg mit tudom én, pontosan ebben az időben volt még az, tehát mielőtt a Trumpot megválasztották volna először, akkor volt az, hogy azt lehetett tudni, hogy én eznek egy még kedvenc módszerem, hogy két olyan embernek a vizét összehasonlítom, akik egymást egy pohár víz, vagy mi az igen, egy kanálvízben meg tudnák folytani, de mégis egy dologban egyetértenek, ugye? És ez egy ilyen dolog volt. Tehát ebben egyetértett akkor, még a megválasztás előtt a Trump és a Robert De Niro. Az, hogy az oltások, azok autizmust okoznak adott esetben. Így. És a Robert De Niro le akarta vezdíteni a Tribeca Filmfesztiválon ezt a filmet, talán pont a Vexdet, és levetették vele, nem engedték. És pontosan ebből lett egy akkora, hogy hívják, ez. Tehát amiben elmondja, hogy az Andrew Wakefieldet hogyan hurcolták meg minden. Aki fölvetette egyáltalán annak a lehetőségét, hogy lehet, hogy van összefüggés, de így fejeződött be a cikk, a Lancet bejelent meg, így fejeződött be a cikk, hogy további kutatások szükségesek. Tehát fölvetette azt, hogy elképzelhető, hogy az MMR-oltás és az afroamerikai fiúgyerekeknek a magas számban való, masszívan felülreprezentált számban való autizmusból megbetegedések között összefüggés lehet, okozati. Tehát okozati összefüggés. És hát egy professzionális szintű keresztrefeszítés lett a következménye, tehát azt az embert azt úgy csinálták ki, amennyire lehetett, anélkül, hogy konkrétan megölték volna. Tehát szakmailag, meg reputáció szintjén minden, hogy pénzügyileg, stb. Na most... Na igen, jó, tehát mondom, itt van masszívan a pénz. Akkor haladjunk, igen, volt az a vizet, élelmiszerek, az oltásokat, miért jó ez nekik pénz, igen, ez biztos, ha lerövidítik az emberek életét, hát miért jó, hogy lerövidítik az emberek életét, hát mondok egy nagyon praktikus okot. Tehát korrupció, létezik egy ilyen dolog, hogy korrupció, tehát lerövidítik az emberek életet, ezért van az, szerintem, nekem ez az én összeesküvés elméletem, és ki dönts el, hogy ez az-e vagy sem. Létezik egy ilyen, hogy nyugdíjkorhatár. Összes ilyen fejlett országokban létezik ilyen, hogy nyugdíjkorhatár, de még a fejletlenebb országokban is, zömében, amennyire tudom, létezik egy ilyen, hogy államilag biztosított nyugdíj, tehát az ember, ameddig dolgozik életében, kötelező jelleggel levonnak tőle bizonyos összeget, tehát akkor, hogyha alkalmazottként dolgozik, vagy hát hogyha nem magánzó, tehát nem szabadúszó, akkor levonnak tőle ilyen nyugdíj járulékot,
elég komoly összegeket, aztán ugye ameddig él, addig utána azt ugye kapja. Tehát ez egy ilyen lutri valahol, mert megvan az, hogy mikor van a nyugdíjkorhatáron, és akkor onnantól nyugdíjba megy, de lehet, hogy az van, hogy mit tudom én dolgoztál, mit, nem tudom hány éves korodtól, mit tudom én 65 éves korodig mondjuk, és benne van a pakliban, hogy igazából fogsz utána 100 évig élni,